Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 25-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatunk egy fiatal fiút, a kezében van ez az arany érem. Az utal anyagiakra és a munkahelyére. Az lehet, hogy most van egy új kolléga a munkahelyen. De a képeknek van szimbolikus jelentése, és ez a kártya utal egy új kezdetre. De ő még olyan bizonytalan kis lépéseket tesz, megnézegeti ezt az arany érmét, és itt tényleg anyagi dolgokról van szó, lehet egy befektetés is, egy új kezdet, de ez az arany érem utal a belső értékekre is, és most ő azt figyelembe veszi. Azon kívül jelenti a föld elemét, tehát a reális dolgokat. Az azt jelenti, hogy ő szeretné a terveit megvalósítani. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a király mutatja az ő érzelmeit. Megvan nála most ez a büszke tartás, és uralkodik a víz eleme felett, mert erre utalnak a kelyhek. És a víz eleme jelenti az érzelmeket. Itt vannak mély érzelmek, és nyitott arra érzelmekről beszélni, mert ezt ő most kimutatja. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ő kimutatja az érzelmeit, mert itt ezen a harmadik kártyán szintén a kelyhek láthatóak. A hetes szám a hold energiáját mutatja, és az utal az álmokra. Itt egy álom megvalósul, de ebben hinni kell. Az is lehet, hogy ő álmodik rólad. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a levél azt mutatja, hogy itt lesz egy üzenet. Mivel itt ennél a jóslásnál láthatóak az értékek, meg a kelyhek, az érzelmek, itt egy szerelmi vallomásról van szó. Persze ez a levél mutathat egy dokumentumot, vagy egy szerződést is, de ezzel is előnyötök van. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!